Köszöntöm Önöket Debrecenből, ahol perceken belül elkezdődik a 38. virágkarnevál. Idén 14 színpompás virágkompozíciót, 13 hazai és 10 külföldi produkciót láthatnak. Jó szórakozást kívánok! Jó reggelt kívánunk, hölgyeim és uraim, a 38. debreceni virágkarneválon. Nagy-nagy szeretettel és örömmel köszöntjük a debrecenieket, a hajdúvihariakat, a tiszántúliakat, minden magyarországi és külföldi kedves vendégünket. Akik úgy döntöttek, hogy ma reggel korán kelnek, a 38. debreceni virágkarnevál színpompás felvonulását csodálhatják meg. A debreceni virágkarnevál szervezője Debrecen város megbízásából a Főnix rendezvény szervező KHT. És már érkeznek is a zsűri tagjai, akik nyitott BMW-vel vonulnak végig a karnevál útvonalán. Az első autóval érkezik Bálint György és felesége, valamint Szűcs Gabriella. A másodikkal a Hofmann család, a harmadikkal Keveházi Gábor és családja, valamint Semmi kis Tünde. Nagy tapsot kérünk a zsűrinek. Kedves vendégeink, bizonyára kíváncsiak arra, hogy a zsűri milyen díjakról dönt. A virágkompozíciók jutalmazása 250, 200, illetve 150 ezer forint az első, második, illetve harmadik helyezetté. És természetesen a csoportokat is díjazza a zsűri. Az első díj 250 ezer forint, a második díj 200 ezer forint, és a harmadik díj 150 ezer forintot jelent. A közönség szavazatok alapján a közönségnek leginkább tetsző virágkocsi jutalma 100 ezer forint. A hagyományoknak megfelelően elsőként a virágkarnevál nyitókocsia közeledik a tribün felé. Debrecen a nap és a fényvárosa, a mai napra azonban a virágoké is. A Főnix rendezvény szervező KHT kocsija hagyományosan a mellett élén halad. A város címerét többek között 600 szál élő kardvirág, 850 ezer fej sárga szalmarózsa díszíti. A kompozíciót tervező Pikó Sándor nevéhez több korábbi kocsi is fűződik. Az idei év nyitókocsijának megálmodásakor az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy a fényjátéka megfelelő hangsúlyt kapjon. Az ólomüveg technikával készült város címer mára a karnevál névjegyévé és védjegyévé is vált. A tervek megvalósítása pedig Szabó Erzsének és Virág Design csapatának köszönhető. Tudják-e, hogy a debreceni virágkarnevál már több mint 100 éves? A történetírók ugyanis már 1905-ből is megemlítenek egy virágkorzót. Az első kocsi egy ötös fogadból állt, a bakon a város színeit viselő hajtóval és hajdúval, a díszítés pedig kék búzavirág és sárga akác volt. A látványos kocsisorban 23 fogad haladt végig az útvonalon, a nézők pedig virágesővel üdvözölték a menetet. Sok éves szünet után 1966-ban kezdődött a virágkarnevál újkori története. És íme itt van a nyitókocsi, Debrecen a nap és a fényvárosa. Kedves vendégeink, a debreceni virágkarnevál ünnepi fanfárját a debreceni Pécer Részfúvós Kamara Együttes tagjai szólaltatják meg. Felkészítő tanárok, a debreceni zenés rendezvények emblematikus alakja, Fejes Márton. Azok kedvéért mondom, akik először járnak a virágkarneválon, hogy ez a kocsi minden évben, a nyitókocsi a gyönyörű felvonulásnak, minden évben ugyanúgy néz ki, és valóban névjegyévé, védjegyévé vált a rendezvénynek. A versenyben nem indul. Erre a kocsira tehát még nem lehet szavazni. Természetesen önök is jutalmazhatják az önöknek legjobban tetsző virágkocsit. Szavazni azonban a 3-astól a 14-es sorszámú kocsiig lehet. És a nyitókocsit a debreceni ifjúsági fúvózenekar és Mazsorett együttes kíséri.
A Fúvó zenekar és a Mazsorett együttes 25 éves múltra tekint vissza. Számos hazai és nemzetközi fesztivál és verseny díjazottjai. 1996-ban Debrecen város közoktatásáért díjat. 2005-ben pedig városunk Csokonai díját vehették át. Európa több országát is bejárták már, és először ők képviselték hazánkat eműfajban, Japánban, Amerikában és Izraelben is. Szeptemberben ismét Japánba készülnek egy nemzetközi kulturális fesztiválra. Az együttes művészeti vezetője dr. Tótné Rozsái Judit, a zenekar vezetője Fejes Márton. És Mazsorett együttes látták. Nagy tapsal közönségüket. Kedves vendégeink, kedves nézők, itt látják azt a szintén hagyományos, csodálatos kocsit, amely állandó résztvevője a debreceni virágkarneválnak. A Szent Koronát, a magyarok legnagyobb nemzeti erekéjét ábrázolja. A korona mellett a kocsinak koronázási jelvények is helyet kapnak. Az országalma az országot és a földet testesíti meg. A jogar pedig az ítélkezés, az igazságosság és a jogszolgáltatás jelképe. A virágkocsit megtervező Pózner Gábor szobrászművész és Tamus István grafikus művész elképzeléseit megvalósító Human Service Agency Kft. Dolgozói a kompozícióhoz mintegy 40 ezer szál vágott virágot használtak fel. A koronát száraz virágok, babérlevél és bogyók díszítik, míg a kompozíció többi részét szegfű és kardvirág, fenyő valamint büdöske fedi. Hölgyeim és uraim, a Szent Korona! Érzem, hogy ennél méltóbb nyitánya nem lehetne a virágkarneválnak. Szent Korona! A Magyar Korona kocsiját a Hajdú-Bihar megyei Lovas és Huszár Hagyományőrző Közhasznú Egyesület Huszár csapata kíséri. Hölgyeim és uraim, köszöntsük nagy tapsal a huszárokat!
Kelet-Magyarországon 1988-ban alakult meg katonai hagyományápolási céllal Hajdú-Bihar megye és Debrecen város huszárpandériuma. A csapat 2003 végén átszerveződött, új nevet vett fel, és ma már közhasznú szervezetként őrzi tovább a magyar nemzeti és huszár hagyományokat. A térségben számos ünnepi rendezvényen vesznek részt lovas vagy gyalogos díszességgel. A csapat huszárjai néhány főt kivéve a Magyar Honvédség tartalékos tisztjei. A huszárruha területi kötődésű, a mintát az Osztrák-Magyar Monarchia, Magyar Királyi Debreceni II. Honvéd huszárezredjének ez eredeti ruházata szolgáltatta. Megérdemlik, hogy bemutassuk őket. A pandérium jelenlegi vezetősége, társadalmi elnöke, Szőlősi László, a Magyar Honvédség tartalékos hadnagya, lovassági parancsnok Adorján Csaba, a Magyar Honvédség tartalékos főhadnagya, Álmosdi pedagógus önkormányzati képviselő, alelnök, egyben sajtóreferens, Vitéz Szoboszlai Endre törzskapitány. És jöjjön egy igazi Európa tánckaraván a huszárok után. A csapat nem kevesebb, mint 80 főből áll, olasz, lengyel, spanyol és görög táncosokból. Az Európai Tánckaraván egy eredeti egész estés táncszínházi darab, melynek szereplői 8 nemzet táncosai és zenészei. A produkció magyar, görög, spanyol, olasz, ciprusi, finn, erdélyi és lengyel partnerek közös művészi munkájának eredménye, mely az Európai Unió Kultúra 2000 programjának támogatásával jött létre. A produkció létrehozói Mucsi János, Juhász Zsolt, Mihály Gábor és több nemzetközi koreográfus. 2005-ben a táncprodukciót minden társszervező országban bemutatták, előtérbe helyezve ezzel az európai hagyományok megúvásának fontosságát. És már meg is érkezett a Sodexo Magyarország Kft. Virágkocsi, amelynek címe Pulykát a kondérba. A virágkocsin egy humoros, mozgalmas konyhai jelenet elevenedik meg, a pulykakakast üldöző kuktákkal és a főszakáccsal. Mindez az étkeztetéssel foglalkozó Sodexo Kft. Működését mintázza. A szakács és a kukták körül pedig gyerekek piknikeznek. Nagy tapsot kérünk a produkciónak. A virágkocsin több tízezer szál virág található, többek között őszi rózsa, szegfű és szalma rózsa. A kocsi négy sarkát pedig élő virág kompozíció díszíti, amely kardvirágból, liliomból és rózsából készült. A Sodexo Magyarországon piacvezető a gyermek és diák étkeztetés területén. Jelenleg valamennyi megye 70 településen szolgáltat gyermek, diák, munkahelyi, kórházi, szociális étkeztetést. Hölgyeim és uraim, hármas sorszámmal látták a Sodexo kocsiját. Következik a debreceni junior mazsorette együttes és a Hajdú-Hatházi ifjúsági fuvózenekar. A menet elején már láthattuk a debreceni mazsorette együttest, amely